2012 harmadik negyedéve után a magyar gazdaság egy meredekebb növekedési pályára lépett, mint a német gazdaság, és a mi fogalmaink szerint, vagy állításunk szerint ez a növekedés a következő három negyedévre is igaz. A válság óta eltelt időszakot Németország és Magyarország viszonylatában vizsgálta dr. Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, azon a Moson-Magyaróvári rendezvényen, amin a Széchenyi Kártya programot tárták az érdeklődők elé. A szakember elmondta, a jelenlegi tendencia alapján a magyar gazdaság helyreállási képessége gyorsabb lesz, mint a német gazdaságé. Egyértelműen látszik, hogy Magyarországnak egy növekedési lehetősége van. Ez a növekedés nem hitelből, nem külső forrásból történik, nem devizahitelezésből például, hanem megtermelt saját jövedelemből. Ez mindenképpen egészséges, és hogyha az ország erről az útról nem tér le, akkor egy idő után fel tud halmozni akkora alapokat, jövedelmeket, forrásokat, hogy ez a növekedés látható lesz, és tartós lesz, és fönntartható lesz. Az elnök a Széchenyi Kártya programot is egyértelműen sikeresnek nevezte, hiszen 2008. szeptemberében, amikor a pénzügyi válság kitört, akkor hazánkban is jelentősen visszaesett a hitelezés, ezzel szemben a Széchenyi Kártyában növekedett a kihelyezett hitelállomány. A Széchenyi Kártya program hat eleme szinte az összes igényét lefedi a hazai vállalkozásoknak. Ilyenek a folyószámlahitel, a beruházási hitel, a forgóeszközhitel, a 2011 óta működő agrárhitel, az Európai Uniós pályázatokhoz szükséges önerőhitel, valamint az elnyert pályázati pénzeket megelőlegező hitel. Egy nagyon komoly kamattámogatás kíséri ezeket a termékeket, tehát nem egy termékünk, például a beruházási hitelünk, például az önerőhitelünk, az 2% és 2,1% között van ma a nettó kamata, ami ilyen termék gyakorlatilag az egész magyar banki piacon, a banki termék között nincs is. Van ennél még egy jobb termékünk, pontosabban olcsóbb termékünk, ez pedig a már elnyert uniós támogatásokat megelőlegező hitelünk, ami 1,55%-os nettó kamaton érhető el. A szakember a piaci versenyhelyzetre is felhívta a figyelmet, hiszen ahhoz, hogy a vállalkozások talpon maradjanak, fejleszteniük kell, amiben komoly segítséget nyújthat a Széchenyi Kártya. Természetesen ahhoz, hogy a piaci szereplők megfelelő környezetben működhessenek, ahhoz a kormányzat hathatós támogatására is szükség van, amire kiváló példa az a megállapodás Győr-Moson-Sopron megyében, amit a kormányhivatal, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara kötött. Győr-Moson-Sopron megyében a Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve a többi köztestülettel is a kormányhivatal együttműködési megállapodást írt el, aminek keretében egymást támogatjuk. Mi kapunk a vállalkozóktól olyan inspirációt, javaslatokat, amit a törvénykezés felé juttatunk, hogy a lehető legegyszerűbb jogszabályi környezet fogadja a vállalkozókat, mi pedig a hatósági munka során segítjük a vállalkozásokat, hogy a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban nyissanak vállalkozásokat. Mihalic Antal, a megyei kamara elnöke elmondta, hogy az új beruházás a gazdasági növekedés kulcsa, így mindent megtesznek azért, hogy a Széchenyi Kártya sikere folytatódjon. Ez az érdekünk, és ezért mi folyamatosan, az sem titok, hogy Parag elnök úr, és illetve hogy a társszervezet, a VOSZ, ugye a vállalkozóknak a szervezete is benn van ebben az együttműködésben, folyamatosan azért tárgyalnak a pénzügyi kormányzattal, hogy minél több forrást vagy támogatást tudjunk hozzárakni. Egyrészt forrás összegkeretet tudjanak növelni, másrészt viszont állami támogatást hozzá. Országosan mintegy 700 ezer vállalkozás működik, melyekből eddig közel 270 ezeren igényelték a Széchenyi Kártyát 2002 óta. Ezen időszak alatt a kihelyezett hitelek összege elérte az 1290 milliárd forintot. Egyébként a Széchenyi Kártyát hazánkban már 310 irodában igényelhetik a vállalkozások.